Amióta hivatásos katona dr. Nagy Gábor orvos ezredes, azóta nem csak a polgári történelem, hanem a katona történelem is mélyen érdekli. A Honvéd Hagyományőrző Egyesület figyelembe vette kutatómunkáit, tanulmányait, a hagyományok őrzéséért tett kitartó és kiemelkedő erőfeszítéseit. Kutattam a múltunkat, kutattam a Honvéd Kórházat, kutattam a francia napóleoni háborúk alatt elhunyt katonáknak az emlékét, helyét, és ez a sok-sok kutatást publikáltam is, megjelentek cikkeim, tanulmányaim, sőt a Pécsi Honvéd Kórház történetében is megjelent. A mai Pécsi Fogászati Klinika egy részének helyén egykor a Lakics laktanya, a Pécsi 8. Huszár ezred laktanyája állt. Ezt is feldolgozta több tablóban, melyek örökre a klinika épületében maradnak emlékül. Mint mondja, az Zrínyi napok is meghatározóak voltak számára, mindig volt kiállítása. Én a múlttal foglalkozom. Múlttal foglalkozom, és ez azért nagyon fontos, mert a Lévai Miklós ezredes úr, ahogy mondta, ugye egyre kevesebben vagyunk, de vannak fiatalok. Tehát, hogy a fiatalok azok, hogy is mondjam, az 50-es évek, 50 éves korokra gondolunk, hogy ők is érezzék azt, hogy a jövő az a múltból építkezik. Az elmúlt évek koronavírus járványa miatt a 2020-ban 30 éves szervezet idén 2022-ben adta át elismeréseit. Az ezüst jubileumi emlékkereszt a hagyományaik megőrzéséért és az egyesületért végzett kiemelkedő szolgálatért jár.